mindenkit, aki látja ezt a videót. A mai napon a Zoom nevű programmal kapcsolatos új átverésről fogunk beszélni. Fülöp Tamás, igazságügyi informatikai szakértő vagyok. Mi is az a Zoom? A Zoom az egy videokonferencia szoftver, mostanában igen sokan használják a koronavírus miatti bezártságban. A diákok, tanárok, otthon dolgozók, kollégákkal való beszélgetésre, oktatásra, családdal való kapcsolattartásra is akár. A Zoomban igen sok ember egyszerre tud videóval kommunikálni, ezért elég népszerű. 75 ezer ügyfele van a Zoomnak jelenleg 13 millió felhasználóval, és ezt felismerték a csalók is, megpróbálnak olyan akciókat csinálni, amivel a Zoomot használók gépeihez hozzáférnek, és esetleg átveszik a hatalmat, vírus telepítenek rá, vagy valami ilyesmi. Mindenképpen megpróbálják kihasználni azt, hogy sokan használják mostanában a Zoomot, aki nem feltétlenül informatikai szakember, és kevés a tapasztalata a csalások kivédésében. Hogyan is csalnak? A jelenlegi információk szerint ez egy új csalási módszer, hamis domént használnak. A doménről mindjárt egy pár perccel később részletesen fogok beszélni. Az hamis domén nagyon hasonlít az eredetire, könnyű összetéveszteni vele. Ha megnyitjuk, rákattintunk a linkre, ha megnyitjuk a domént, akkor az oldal is nagyon hasonlít, ahova jöttünk arra, amelyikre akartunk menni. De mégsem ott vagyunk, és ezért fennáll a veszély annak, hogy itt valamilyen csalás vagy támadás áldozatai leszünk, ki tudja, mi történik, vírust kapunk, elkérik az adatainkat, és megadjuk, vagy valami ilyesmi. Mi is az a domén? Domén például az index.hu, amit beírunk a böngésző címsorába, ami tulajdonképpen a 87.229.65.16-os IP címre visz. IP cím azonosítja az egyes szervereket, ahol a weboldalak vannak, de ez igen nehezen megjegyezhető egy átlagember számára, ezért régebben egy nálam okosabb emberek kitalálták a domén nevek rendszerét, például beírjuk, hogy index.hu, és akkor egy domain név szerver megmondja, hogy ez tulajdonképpen a 87.229.65.16-os szerverre kell, hogy küldjük. Azonban az index.hu helyett véletlenül vagy szándékosan valakinek a linkjére kattintva az I betű helyett egy L betűvel index.hu-ra mennénk. Az igen nehéz észrevenni, mert az I betű meg a kis L az eléggé hasonlít egymáshoz. Aki gyanútlan vagy nem figyel oda, vagy rossz a felbontása a képernyőnek, vagy rossz a szeme, vagy valami, az nagyon könnyen összetéveszti ezt a két dolgot. Így működik a Zoomos csalás is. A domain név alapján megtalálható az oldal, azonban ha nem az a domain név van ott, aminek kéne lenni, akkor egy teljesen más oldalra visz, egybetű eltéréssel, vagy nagyon hasonló névvel, vagy valamilyen átverés útján eltérítenek minket egy Zoomhoz hasonló oldalra, és ott mindenféle dolgokat próbálnak a görgünk megtenni. Az éveleje óta a Zoomhoz hasonló domain nevekből 1700 körül regisztráltak, ez egy pár napos adat, tehát most már valószínűleg több is. Ennek a 25%-át idén, azaz 2020 márciusában, tehát a informatikai támadók készültek erre a lehetőségre. Hogyan védekezzünk a támadás ellen? De elmondom a szokásosat, amit minden videón végén szoktam mondani. Józanész, gondolkodjunk. Ha valami gyanús, akkor inkább nézzük meg ötször, és akkor kevésbé lesz baj. A Zoom linkekkel kapcsolatban óvatosnak kell lenni. Ha valaki küld egy Zoom linket, akkor gondolkodjunk el rajta, hogy akartunk-e éppen valakivel videokonferenciát tartani, vagy csak úgy jött. Ha csak úgy jött, akkor kezdjünk gyanakodni. Ha mondjuk céges megbeszélés van, vagy matekóra, akkor is gondolkodjunk el, hogy arról az e-mail címről jött-e, amiről szerettük volna, hogy jön, és figyeljünk oda rá. A mobiltelefonos és tabletes Zoom klienseket rendszeresen szükséges frissíteni, érdemes bekapcsolva tartani az automatikus frissítést, mert ezekkel a frissítésekkel a biztonsági hibákat is javítják. Nézzük meg, hogy ki küld linkeket,
nem szabad mindent elhinni, nagyon oda kell rá figyelni, tehát a lényeg, a józanész, odafigyelés és a figyelem. Mindenki vigyázzon magára, ne legyen se ő vírusos, se a számítógépe, se a tabletje, se a mobiltelefonja, és aki teheti, az maradjon otthon és használja a Zoomot vagy valami más szoftvert a kapcsolattartásra. Köszönöm a figyelmet!